Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 15-én. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai, mi foglalkoztatja őt, mik a tervei, ezt mutatja ez a felső kártya. Itt az isteni hatalomról van szó, mégpedig arról, hogy azt, amit mi kisugárzunk, pontosan az, ami visszatér hozzánk. Ez mutatja a reményt is, hogy itt változások lesznek, egy jobbulás. A második kérdés pedig az lenne, mik az ő érzelmei. Mi bepillantunk az ő érzelmi világába. Ezt mutatja ez a kép. A négyes szám arra utal, hogy neki kell a biztonság. Nem csak az anyagi biztonság, hanem a biztonság érzete a párkapcsolat területén. A kép mutat egy hírt. Ez írásban vagy szóban, és pontosan ez az ő elvárása. Ő vár arra, hogy ti írjatok, vagy mondjatok valamit. Az is lehet, hogy ő szeretne valami fontosat közölni veletek. A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ezt mutatja ez a kártya. A 8-as szám az egy ilyen húzavona. És ahhoz, hogy ez a húzavona befejeződjön, kell az, hogy a belső nyugalmunkat megtartsuk. És ez a kép mutat egy utat, vagy egy kiutat. És pontosan ti mutatjátok, hogy milyen irányban kell, hogy mozogjanak az események. És ezt félelem nélkül. Mert ti biztosak lehettek abban, hogy ő követni fog benneteket. A napi kártya, ez a kereszt, ez mutathat ilyen vallási témákat, ugyanúgy, mint ez a kép is. De van spirituális dolgokat is. Amit nekem ez a kép még mond, hogy mi eljutunk az életünkben egy ilyen kereszteződéshez, ahol egy pillanatra megállunk, és elgondolkozunk azon, hogyan tovább. És ilyenkor, egy ilyen kereszteződésnél hozunk fontos döntéseket. Ez lehet a ti témátok, lehet az ő témája is. És ez volt a mai három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!